Ismét egy bookhaul videóval jelentkezem, mert már megint nem sikerült visszafognom magamat, és elcsábultam. Igaz, nem költöttem túl nagy összeget, ugyanis eleve antikváriumból rendeltem, és azokon még volt egy 30%-os kedvezmény, úgyhogy végül is eléggé jó áron sikerült hozzájutnom ezekhez a könyvekhez, és azt még így a videó elején el kell mondanom, hogy annyira adhok jelleggel vásároltam, hogy nem is gondoltam volna, hogy ezek a könyvek valaha hozzám kerülnek, de mégis megfogtak, és úgy döntöttem, hogy itt van a helyük. Úgyhogy most akkor meg is mutatom, hogy mik ezek a könyvek Dínával és Hassannal, mert most éppen ő is ide ugrott hozzám. Most nagyon nyugodt ő is. Remélem ez így is marad. Épp ideje, hogy végre a polcomon tudhatom az amerikaiak egyik legnagyobb regényét, Herman Melville-től a Moby Dick-et. Ez egy olyan klasszikus, amelyet 2024-ben mindenképpen szeretnék pótolni. Ha nem is alapmű, de mindenképpen egy olyan klasszikus, ami kiemelkedő, és nagyon sokrétű, hiszen amellett, hogy kapunk egy kalandtörténetet, Ahab kapitány ugye megszállottan üldözi Fehér Bálnát, Moby Dicket. Amellett ez egy mitikus erővel, szimbolikus erővel és költői erővel bíró történet, és hát kapunk egy narrátort, akinek a szemén keresztül sok mindenbe beletekinthetünk, ugyanis megismerhetjük a bálnáknak a természetét, de ha jól tudom, akkor van benne például kannibalizmus is, és emellett nagyon mély mondani valója is van, biblikus történet is. Szóval én azt gondolom, hogy ez nekem nagyon sokat fog adni, és nagyon elgondolkodtató is lesz, úgyhogy ezt az 1851-ben megjelent klasszikust a mai napig ugye oktatják a amerikai középiskolákban, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és egyébként már többen is ajánlottátok itt a csatornán. Van még egy amerikai szerző, aki a várólistám élén van, és mindenképpen a kortárs évemben szeretnék tőle végre olvasni. Éppen ezért beszereztem két kis regényét ebben az Európa Zsebkönyvek kiadásban. John Updike-ról van szó, és a Szegényházi Vásár, illetve a Farmot vásároltam meg. Az első kisregény volt az ő első műve, amelyet 26 éves korában írt. Ugye a szegényház itt jelen esetben egy öregek otthona gyakorlatilag, egy olyan szociális intézmény, ahol már idős emberek szorulnak ellátásra, illetve természetesen vannak közöttük betegek is. És hát itt játszódik a történet, egyetlen nyári napon készülnek az éves szegényházi vásárukra, és kapunk két főszereplőt, egy 90 feletti idős embert, illetve a szegényháznak a gondnokát, akik között kialakul valamiféle feszültség, és itt azt írja, hogy a vásárra készülődnek, amikor a közeli város eljön hozzájuk, és kezük munkájának gyümölcsét, a buzgalommal és ügyetlensége összetákolt portékát megvásárolja tőlük. És az öregek között ott áll a fiatal gondnok, aki utolsó éveik színhelyét paradicsommá akarná változtatni, és ez a fiatal gondnok itt teljesen idegen, sőt, ellenség, akire kőzáport zúdítanak az öreg reszkető kezek. Nem is olyan régen hallottam azt, hogy valójában az idős embereknek, sokuknak már nem tudják felmérni azt, hogy mennyire bántanak, és teljesen más már az idegrendszerük, és hogy ezért kell annyi mindent tolerálni nekik. És én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a műben ez hogy fog majd megmutatkozni, illetve kijönni.
és kapunk-e valami útra valót Abdike-tól. És a farm is rettentő érdekes szerintem, ugyanis egy asszony a fiát várja haza a városból, és ő ezt úgy fogja fel, hogy a város gyakorlatilag elragadta tőle. Igen, nem, de nem egyedül érkezik, hanem a fia új feleségével és a feleségének a fiával. És azt írja, hogy a szeretet és a tapintat mozdulatai a levegőben halnak el. Az öregasszony világa zárt. A maga fáradt, csikorgó törvényei szerint működik. Az emberi együttélésnek más indítatású nemzedékek kapcsolatának lehetőségeit vizsgálja megkapó érzékenységgel, szeretettel és indulattal a világhírű amerikai író mindkét kisregényében. Ugye itt is az idős emberről szól, és az ő megértéséről. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes számomra mind a kettő kisregény. A kortárs évemben szeretnék több magyar írónővel megismerkedni, éppen ezért el is kezdtem begyűjteni ezeket a könyveket. Jókai Annától a Reimszi Angyal című novelles gyűjteményét vásároltam meg. Nagyon érdekes írónő számomra, néhány évvel ezelőtt hunyt el, de nagyon nagy szeretet övezte őt az olvasók körében. És ez a kötet egyébként 1975-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadók gondozásában, szóval nagyon korai műveit tartalmazza, de majd természetesen regényét is szeretném beszerezni. Egyébként ő későn kezdett el publikálni, mert ha jól tudom, akkor dolgozott könyvelőként is, aztán történelem magyar szakon végzett az ELTE-n, és utána dolgozott 14 évig két iskolában is, és tanított, és aztán amikor elkezdett írni, amikor kiadták a műveit, akkor elképesztő sikert ért el, és nagyon, a kritikusok is nagyon jól fogadták az ő műveit. Úgyhogy én rettentő kíváncsi vagyok rá. Egyébként a mindennapi ember sorsával, problémáival foglalkozik, küzdelmekkel, és közben pedig általános mondani valóval szolgál az olvasóknak. Azt mondja, a nyugtalan embert arra ösztönzik, hogy tovább keresse a szüntelen mosolygást a szüntelen könnyek alatt. Ez a mondat, ez annyira megható szerintem. Úgyhogy természetesen erkölcsi értékek is vannak benne. Mi a szerepünk a világban, hogy hol találhatjuk meg a helyünket. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon emberi, humánus novellák ezek, kíváncsi leszek rá. Még egy kortárs írónő könyve hazajött hozzám, ez pedig nem más, mint Seffer Erzsébet Toronyi Ránt című műve, Utak és emberek alcímmel. Egyszer olvastam tőle egy cikket, és akkor engem nagyon megfogott az ő stílusa, hogy tele volt érzelmekkel a szövege, és én azt gondolom, hogy a regényeiben is valami ilyesmit fogok tudni kapni. Már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként ebben különböző érdekes történetek szerepelnek, és érdekes emberekkel, érdekes emberekről ír az írónő. Itt azt írja, és szerintem ez a fülszöveg is már tükrözi azt, hogy mennyire jó stílusa van. Minden történet úgy kezdődik, hogy valaki útnak indul. És az, amikor valaki útnak indul, az más valakinek fáj. Hogy ez mennyire igaz mondat, és mennyire szép. Merről jönnek, és hová visznek az utak? És az utak mentén megtalált emberek merre tartanak? Honnan ismerősek az arcok? A mezítlábas gyerekek lábujjainak poros gyöngye miért késztet mosolygásra? És a következő pillanatban miért szorítja össze a torkomat? Szeretek neki eredni, csak úgy Toronyi Ránt.
dűlőkön, földutakon barangolni, vagy éjszakai csöndes utcákon járni, akikkel találkoztam, s mi találkozások üzenete, erről szól ez a könyv. Én is nagyon szeretek utazni, és csodálom azokat az embereket, akik annyira bátrak, hogy akár egyedül is nekiindulnak, és mernek nyitni, ismeretlen emberek felé mernek velük beszélgetni, és megismerni az ő történetüket. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi milyen lesz, és milyen üzenetet tartalmaz majd számomra Seffer Erzsébet könyve. Egyébként elég sok megjelent már neki, van több regénye. Lábújhegyen például Hol nem volt, ezekről már hallottam. Úgyhogy itt azt írja, hogy a szerzőnek és beszélgető társainak befelő figyelő útja ez, amit ha a könyvben végigjárunk, fogódzókat találunk a magunk megszenvedett, megáldott életünk utolsó pillanatáig tartó utazásához. Ez a borító is nekem nagyon-nagyon tetszik. Megvásároltam Thomas Mann Dr. Faustus című művét. Hát ez egy elég régi kiadás lehet az Athenaeum kiadótól, mert már nagyon meg vannak sárgulva az oldalak, de egyébként nincs szétesve, és teljesen jó állapotban van, csak már látszik, hogy idős könyvről van szó. A Nobel-díjas német szerző utolsó regénye, ez 1947-ben jelent meg, és Thomas Mann már régóta készült arra, hogy valamilyen módon a Faust témát megjelenítse a regényében, és ugye az ördöggel cimboráló főhőst alkotta meg Adrien Levergun zeneszerző személyében, aki nem csak pusztán komponista, hanem sokkal több jelentéssel is bír, és megismerjük az ő élettörténetét egy barátjának a szemszögén keresztül, az ő ihlet nélküli állapotát, azt is, amikor rossz útra lép, és sok mindent megtudunk róla, közben pedig természetesen párhuzamban áll a Német Birodalom felemelkedésével és a nácizmussal is, természetesen Thomas Mann ezt nem tudta kihagyni ebből a regényből. Nagyon szeretnék tőle olvasni, mert én idén már egyetlen kis regényét elolvastam, ugye a Tony Okrogert, és nagyon-nagyon sokat adott, és hát ő előszeretettel jeleníti meg a művészetet, a művész létet, hogy mivel jár ez, és hát itt is ugye ez megjelenik a zeneszerző személyében, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy majd mit ad számomra ez a könyv, ha végre sorra kerít. Néha elég egy fülszöveg, hogy elcsábuljak, annak ellenére, hogy egyáltalán nem ismerem a könyvet, és a szerzőjéről soha nem hallottam, de ez a fülszöveg számomra annyira humoros volt, hogy nem tudtam 490 forintért otthagyni Mike Gay-től, az én legendás nagy szerelmem. Villa főszereplőnk, akit elhagyott a szerelme. Immáron 3 éves iratja a nagy őt, és megvan róla győződve, hogy soha nem találkozik egy hozzáfogható nővel, soha nem fogja őt pótolni senki sem, nem szereti a munkáját, nincsenek barátai, és kicsit depressziós is. Amikor a kopár lakásában egy spagettit próbál felmelegíteni, rendszeresen megszólal a tűzjelző, és vicces szituációkba kerül Will. És számomra ez azért is érdekes, mert néha tényleg, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy ejtenek, elhagynak, lepattintanak, akkor lehet pont arra van szükség, hogy egy ilyen könyvet a kezünkbe vegyünk, és lássuk azt, hogy azért nem ennyire tragikus a helyzet, hiszen bármikor megismerhetünk egy újabb embert, és itt azt is írja, hogy egy vidám regény mindenkinek, akit már ejtettek, akit épp ejtenek, vagy ejteni fognak. És ugye mondtam az előző videómban, hogy humoros könyveket nem nagyon olvasok, és lehet, hogy kellene néha, mert
jót tenne számomra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez pont jó választás lenne. Egyébként pedig a férfi Bridget Jonesnak tartják. Kíváncsi vagyok rá. A következő kis regénynél is leginkább a főszöveg fogott meg, és valóban egy kicsi kis regényről van szó, ugyanis mindössze 77 oldalas. Theodore Storm Aquis Submersus. A német realizmus egyik nagy alakjáról van szó, bár én őt egyáltalán nem ismertem, az 1800-as években élt és alkotott, és ez a kiadás Szabó Lőrinc fordította. 1974-ben jelent egyébként meg ez a könyv a Magyar Helikon kiadó gondozásában, és tartalmaz egy ilyen kis ismertetőt, és ebből fogom akkor felolvasni azt, hogy miről is szól. Elég megrendítő kötet szerintem, annak ellenére, hogy rövid. Szóval egy 17. századi tragikus szerelmi történetet beszél el. Gyermekkorában az író egy 1666-os keltezésű festményt látott egy templomban. A kép egy halott sápadt kisfiút ábrázolt, vízi liliommal a kezében. A festmény alján négy betű állt. C, B, A és az S betű. Az utóbbi kettőről azt tartotta a szóbeszéd, hogy a latin aquis submersus, azaz víz alá merült, megfulladt. Kifejezés rövidítése. Sok-sok év múltán, felnőtt korában az író ismét rábukkant egy hasonló képre, egy polgárcsalád lakásán, ahol a festő elsárgult feljegyzéseit is őrzik. E feljegyzésekből kibontakozik a titokzatos négy betű valódi értelme. Mindenek előtt az első két betű jelentése. Culpa patris, vagyis az apa bűne miatt. Kiderül, hogy a sápat vízilíriumos kisfiú a festő tulajdon gyermeke egy titokban sarjat, majd tragikusan félbeszakadt szerelem gyümölcse, aki csak ugyanaz apa végzetszerűen elkövetett vétke miatt fúlt vízbe. Storm folytott feszültségű, fájdalmasan szemérmes prózáját Szabó Lőrinc maradandóan szép fordításában olvashatjuk magyarul. Azt hiszem, hogy nem kell magyaráznom, hogy miért fogott meg ez a főszöveg. Szeretnék majd a jövőben George Bernard Shaw drámát olvasni, ezért megvásároltam a Három színdarab című kötetet, amelyben az ír Nobel-díjas szerzőnek az egyik leghíresebb drámája is benne van, a Pigmalion, de a Barbara Őrnagy, illetve a Szent Johanna is szerepel a kötetben. Ugye a Pigmalionból készült egy nagyon híres film, musical, a My Fair Lady, amit én nagyon-nagyon szerettem Audrey Hepburn főszereplésével, és természetesen itthon is színpadokon játsszák ezt a darabot, vagy játszották, és nagyon érdekel, hiszen ez egy hamupipőke történet, egy virágárus lányból gyakorlatilag egy hercegnőt faragnak, és azt írja, hogy a Pigmalion főhősei Higgins professzor, az ő barátja Pickering, Eliza és az apja Doolittle mindannyian szerethetően hiú és megbocsáthatóan makacs emberek, büszkék, de titkon törékeny lelkek, határozottak, de belül tétovák. A klasszikus vígjáték bájos szerelmi történet, kíméletlen társadalomkritika és tanulságos nevelési regény. A Barbara Őrnagyban pedig egy ambíciózus, fiatal nőt kapunk Barbara szemében, aki beáll az üdvhadseregbe, és a szegényeken próbál segíteni. Apukájával, Andrewval már nincsen jóba, de ő egy lőszergyárat üzemeltet, és az ő kettő konfliktusát mutatja be ez a mű, illetve természetesen ez is egy társadalomkritikus mű. És akkor szerepel benne még a Szent Johanna, ami ugye Jeanne d'Arc-nak a története, ugye az 1400-as években játszódik, a 100 éves háború idején, amikor is Jeanne d'Arc, az orléansi francia szűz gyakorlatilag
győzelemre hívja a francia katonákat, de nagyon tragikus sorsa lesz, annak ellenére, hogy a király az neki köszönheti, hogy királyá avanzsálták. Már olvastam róla, Szent Johannáról, de kíváncsian várom, hogy ebben a drámában mit tud majd számomra adni. Végül egy több mint 600 oldalas családregényen zárom ezt a videót, Alex Haley királynő című könyvével, amelyről én korábban soha nem hallottam, de engem meggyőzött ez a fülszöveg, és az is, amit Alex Haley-ről olvastam, hogy egy afroamerikai szerző volt, és a Gyökerek című regényével robbant be a köztudatba, amelyből aztán nagy sikerű sorozatot is forgattak. És ez az ő utolsó nagy munkája, amelyben gyakorlatilag bemutatja az ő felmenőinek a történetét, és nagyon érdekesen hangzik számomra, hiszen azért egy picit megismerhetjük az amerikai történelmet is, és természetesen a rabszolgatartást is. Itt azt írja, hogy Haley család apai ágának kalandos, izgalmas, századokon átívelő története, ismét egy csemege a család regények szerelmesei számára, melyben a hősök sorsának hátterében ott kavarog a színes amerikai történelem. Írországtól az amerikai délig. A történelem zajlik előttünk, a félelem ösvénye, a Manassas-i csatamező, a rabszolgaság szenvedései és a szabadság megpróbáltatásai rajzolódnak ki. Haley-től megszokott történelmi érzékkel, a részletek finom kidolgozásával. Számomra ez nagyon érdekesen hangzik, és ha majd egyszer szeretnék egy jó családregényt olvasni, akkor biztosan ezt fogom sorra keríteni. Ez a vásárlásom tényleg nagyon kedvezményes volt, és sajnos ebben az évben már túlságosan nem is fogok tudni költekezni, hiszen rettentően megdrágult minden, és ezzel csak azt érik el, hogy az ember még kevesebb könyvet tudjon vásárolni magának, és új könyvekre meg pláne nem jut, amit nagyon-nagyon sajnálok, hiszen azért gyűjtöm a Helikon könyveket, és itt vannak a kult könyvek itt mögöttem, azokkal is haladni szeretnék, de hát fogalmam sincs, hogy fog alakulni a következő pár hét, illetve pár hónap, ez az egész tél, ami előttünk áll. Hát vigyázzatok magatokra, és én nekem most fog kezdődni a foci VB, ami rengeteg időt el fog tőlem venni az olvasás hátrányára sajnos, vagy az olvasás kárára, de azért majd igyekszem néha videókkal jelentkezni közben. Legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!